A nyomkereső név kettős irányultságot hordoz, egyrészt kifejezi, hogy a résztvevők Jézus nyomában kívánnak járni, másrészt megjelenik az életnyomának minden szférája, részlete, de különös hangsúly esik a természet megismerésének fontosságára. Minden nap itt az imaházban volt a főhadiszállásunk, és innen mentünk aztán délelőtt is valamerre, biciklivel délután is kirándulni voltunk, a lovastanyán voltunk, strandon, tűzoltóságnál, kemencében sütöttünk, voltunk a gimnáziumban, Galoskertben, tehát így a helyi jellegzetességeket végig jártuk, és akkor ezek köré szerveződtek a szabadidős programok is. Ezen kívül persze a gyerekeknek volt ideje egyénileg is játszani, pingpongozni, csocsózni itt az udvaron. Az idei tábor témája a tűz volt, mely összekapcsolta a hét folyamán elhangzó és feldolgozásra kerülő történeteket. Például volt Mózessel kapcsolatban egy pusztai vándorlásunk, a Cebei dűlőutakon bicikliztünk, kipróbáltuk, hogy milyen a sivatag, és akkor egy tűzoszlop formájában, vagy egy ilyen útjelzők, követve jutottunk el aztán a megígért helyre, ahova mentünk. Tehát például volt egy ilyen pusztai vándorlásunk, akkor a Szentlélekről volt szó, illetve két ritkábban ismert történet, például a Dániel története a tüzes kemencével, illetve egy Illés profétával megesett történet, a Kármelhegyi isteni ítélet. Érdekes momentuma volt a tábornak a Kevi középiskolájának kémia laborjában tett látogatás, ahol Donát Attila tanár úr várta a gyerekeket. Tüzes kísérleteket kértünk Attilától, hogy mutassa meg, hogy milyen jellegzetességei vannak, milyen módon fordul elő, hogyan lehet azon kívül előállítani vagy megjeleníteni, amit úgy egyébként ismernek a gyerekek is. És hát ő nagyon jó előadásokat tartott, mert nem csak azt mutatta meg, hogy kémiailag hogy működnek ezek a dolgok, hanem sokszor lelki vonalon is említett ezzel párhuzamot, hogy mi hogy működik a lelki életünkben, vagy a való életünkben. Pénteken délután egy különleges módszerrel látványossá tett záró áhítattal összegezték a hét eseményeit. Benne van a cselekvés, benne vannak az éneklés, a tánc, benne van az alkotásnak az öröme. Tehát nagyon jó ki lehet fejezni például olyan dolgokat, amit egyébként másképp nehezen lehet elmondani. Főleg ugye a vallási dolgokban, sok olyan dologban, amit nem lehet elmagyarázni, vagy megérteni. Egyszerűen szimbólumokat használunk, és akkor ezáltal megérzik, átérzik, átélik, és akkor ebben segít mindez. Magyarul egyébként padlókép készítésnek is szokták nevezni, ugye, mert az a végeredménye, hogy egy ilyen szép színes kép összejön, és akkor így az gyerekek el tudják emlékbe rakni. A két hét alatt közel 80 kisiskolás fordult meg a nyomkereső táborban, akik mozgalmas és tartalmas napokat töltettek el sok-sok játékkal, énekkel és kalanddal fűszerezve.